Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. 4 napon keresztül programokkal ünnepeltek a Szent Donát napi búcsún Dunabogdányban. 10. jubileumát ünnepelte idén az Irány-Surány Fesztivál. Egyre több a mocsári teknős a Visegrádi hegységben. Barátságos mérkőzéssel avatták fel a Tahitót falui futballpálya új öntözőrendszerét. Szilasi Alex, kölcsei és gramofondíjas zongora művész adott koncertet a Visegrádi Városházán. Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth díjas színművész lépett fel Tahitót faluban a Sziget hangja ökumenikus művészeti héten. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. A Kálvária búcsú hétvége Dunabogdányban a nyári rendezvények ideje. 4 napon át tartó kulturális ünnep. Augusztus első hétvégéje a Szent Donát naphoz kötődő ünnep, a Kálvária kápolna búcsúja Dunabogdányban. Ehhez az egyházi ünnephez számos világi rendezvény kapcsolódik a szokásoknak megfelelően. A hajókirándulás egyedülálló több évtizedes ilyen hagyomány. Évtizedekig a búcsú hétfőjén tartották meg, ekkor Bogdány úgymond egy napra kiesett a nemzetgazdaságból, és Esztergomban szállt partra, mint egy 1500 hajózó. Néhány éve a szervező önkormányzat péntekre tette az utat, és kikötés nélkül Budapest volt a célpont. A budapesti esti látkép volt az attrakció a fergeteges táncos alkalmon és zenén kívül. Idén mindkét szokás megelevenedett. Pénteken Budapestre vitte a vendégeket a Zsófia főhercegné hajó, hétfőn pedig esztergomi hajókirándulásra is sor került. A két alkalom között a hétvége még tartogatott egyet s mást Dunabogdányban. Szombaton német nemzetiségi programra várták a közönséget a Művelődési Ház rendezvényterére. A helybeli nemzetiségi művészeti csoportok adtak közös produkciót a megjelenő mintegy 300 fős közönségnek. Az eseményen fellépett a nemzetiségi dalkör, a Bogdaner Zinkreis, a község tánccsoportja, a Donaukni Táncgruppe, valamint a tradicionális fúvós zenét játszó sváb zenekar is. A rendezvényen a remek sörök mellett civil szervezetek főztek, a Fakult Egyesület marha ragú levese mellett a nemzetiségi önkormányzat pácolt grillezett csirkével készült. A szombati nemzetiségi rendezvényt hajnalig tartó bál zárta a Csolnoki Krigl Band közreműködésével. Másnap, vasárnap a Kálvárián tartottak szentmisét, hagyományosan Michael Haydn művei csendültek fel az alkalmon. A búcsú vasárnapján délután folytatódtak a kulturális műsorok. A bajorországi Friedbergből érkezett német fúvószenekar a strand mellett, a Schuster József sétánynál felállított színpadon játszott népszerű fúvószenekari műveket. Sajnos az eső is megérkezett a koncertre, és véget vetett a vidám hangulatú térzenének.
Közben folytak az esti Omega előadás előkészületei a rendezvénytéren. A tavalyi Illés együttes dalait feldolgozó műsor után idén másik legendás beatrock együttes, mintegy 25 dalát dolgozta fel a helyi könnyű zenei előadókból verbuválódott csapat, Régi Csibészek néven. Ebben mozom más, van ismerő szám, s egy orvidám áll. De ha éppen kedved van, hát csókolj meg az utca közepén. Bámuljanak az emberek, mit tehetek? Én nem tudhatom már. A repertoárban ismert és kevésbé ismert dalok csendültek fel a több mint 50 éve alakult és máig is aktívan koncertező veterán együttestől, a Presser Gábor fémjelezte kezdetektől, a Benkő Lászlói űrkorszakig és vissza. A produkcióban ezúttal is közreműködött a helyi szimfonikus zenekar Ott Rezső vezényletével. Amint egy két órás koncertet a legnagyobb nyári vihar közepette is megtartották. A rendezvénytéren így is mintegy 150 ember verődött össze, hogy meghallgassa az Omega slágereket. A vihar miatt megfogyatkozott közönség mellett bemutatott zenés produkció, ezért augusztus 20-án ugyanezen a helyszínen, a Dunabogdányi Művelődési Ház rendezvényterén 20 órai kezdettel megismétlésre kerül. Tizedik jubileumát ünnepelte idén az Iránysurány Fesztivál. Különleges fotókiállítással vette kezdetét az idén 10 éves Iránysurány Fesztivál. A napsugártéri rendezvény elmúlt évtizedét Gyimesi János követte végig fényképezőgépével. A fotóiból összeállított tálatot pedig a rendezvényközpont falain tekinthették meg a jubileumi esemény alkalmából a látogatók. Habár a kifüggesztett tablókon évek szerint csoportosított képek bemutatták a rendezvény legemlékezetesebb pillanatait, Gyimesi János elmondta, ez csupán töredéke annak a fotógyűjteménynek, amelyet az évek során készített. Kezenyomán közel 6200 kép őrzi a település legjelentősebbé növekedett fesztiváljának emlékét. Most már ides tovább 70 éve itt a szigeten lébecolok. Később ugye elkezdtem fotózni.
Az első Surány Fesztiválon olyan 400 körüli kép készült, de az utóbbiakon már 900. Na most ebből kiválasztani azt a 40-et, ami a falakra került, nem volt egyszerű. Én azt szerettem volna, hogy valahogy a hangulatát visszaadni, hogy milyen volt a fesztivál. Németh Miklós polgármester kiemelte, a település első jelentősebb fesztiválját az önkormányzat a Surányi Fürdőegyesülettel, civilekkel és a kistérséggel kezdte el szervezni. Lehet látni a képeknél azt a fejlődést és azt a lehetőséget, hogy itt mindig jó hangulat volt. Egy nagyon intelligens, egy nagyon jó kis csapat szórakozott itt a Napsugár téren. Sokszor megszólítottak minket, hogy mi nem akarunk nagyobbat, nem akarunk nagyobbat. Ez Pócsmeyer Suránynak a és kimondottan Suránynak az ünnepe, és itt a mi emberünk, aki mindig, mindenkor, mondhatom azt, hogy reggel 8-tól éjjel 2-ig folyamatosan kereste a pillanatot, amik most itt megmutatkoznak a falon. A színpadi műsor péntek délután egy gyerekeknek szóló darabbal kezdődött. A kétszemélyes Dvorák Patka Színház a Húzavona című pantomim előadásával szórakoztatta a közönséget. A páros a kisgyermekek számára is értelmezhető, vicces történeteket mutatott be, melyek átélhető helyzetek, konfliktusok sorozatára épülnek. Közben pozitív például szolgálnak a jószívűségre, segítőkészségre, becsületességre és a szeretetre. Ezt követően a Blue Steel együttes lépett színpadra. A több mint 10 éves zenekar több tagváltás után jutott el mostani formációjához. Már közel 4 éve játszik ebben a felállásban. Kányácki Gábor dobol, Szakács Károly gitározik és vokálozik, Vámos Péter pedig gitározik és énekel. A blues és a rock stílusán hozzánk a legközelebb, ezért is döntöttük amellett, hogy blues-rock stílusban próbáljuk népszerűsíteni ezeket a felvételeket. Nagyon sokat játszunk a régi klasszikusoktól, Muddy Waters-tól, Jimi Hendrix-től. Szeretjük a fiatalabb fehér bluesgitárosokat, sok ismét például Gary Moore-től is játszunk egy jó pár számot a repertoárunkban, megtalálható ezen kívül Rory Gallagher egy-két feldolgozása. És igazából amire büszkék vagyunk és elmondható rólunk, hogy mindig olyan hangulatban telenek a koncertek, amilyen éppen a közönség hangulata, pont ezért egy számot ugyanúgy soha nem tudunk eljátszani ugyanabban a formában. Az est sztár vendége a 80-as évek egyik meghatározó rock együttese a Kártágó volt, melyet 38 évvel ezelőtt a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett sokoldalú zenész, előadó művész és producer Szigeti Ferenc alapított. A zenekar idén 38 esztendős, ami hát nagyon ritka, sőt egyáltalán is Magyarországon olyan zenekar, aki 38 éve változatlan felállásban dolgozik. Mi így vagyunk vele, nem volt nálunk semmilyen változás, 38 éve együtt vagyunk óriási zenével, szeretett a barátsággal. Többek kérésére a hagyományoktól eltérően már a péntek esti program is bulival zárult. A jó hangulatról az ismert külföldi és hazai együttesek zenéjét játszó Retroleum zenekar gondoskodott. Szombaton délelőtt gyerekeknek szóló műsorral kezdődött a program. Először a környékbeli lányokból álló Szia Sótánc csoport bemutatóját láthatta a közönség, majd a 4 gyerekalbummal rendelkező Buborék együttes lépett színpadra. A Ládafia Bábszínház előadásában az Együgyű Mihok című mesét nézhette meg a közönség, majd a helyi népzenészekből, köztük a Csóri család tagjaiból álló kerekzenekar játékával a Jó ebédhez szólt a nóta. Az ételt a nyugdíjas klub tagjai főzték. Az Együnk Együtt Surányért jótékonysági akcióval minden évben valamilyen célra gyűjtenek a szervezők. A koncertek és a színdarabok mellett aktív programmal is várták a fesztiválozókat. Voltak kézműves foglalkozások, véradás, Dluhopolszky László pedig karikatúráival szórakoztatta a közönséget. Délután fellépett még a swing, blues és jazz zenét játszó lizsézenekar, a pop-rock, alternatív és több zenei stílust ötvöző Napfénypresszó együttes, az önmagukat humoros, antipop és antihangszereken játszó zenekarnak titulált Méhek együttes, valamint Kós Réka és a Body Builders.
Az időjárás mellett az este forró hangulatáról a retrokendrolt játszó Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar gondoskodott. A 2017-es irányító számmal rendelkező Pócsmegyer idén programsorozattal ünnepli az évet. Az alkalomból megrendezésre kerülő programokra és az Iránycsurány Fesztiválra 5 millió forintot nyert az önkormányzat a Zöldsziget Polgári Egyesület pályázatával az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A kétnapos rendezvénysorozat a Madarakházi Buli Zenekar utcabárjával zárult. Egyre több a mocsári teknős a Visegrádi hegységben. A környéken eddig ritka faj, a mocsári teknős egyedei kerültek elő idén tavasszal és a nyár első felében a Visegrádi hegység több kis tavából. Magyarország egyetlen őshonos teknőse eddig csak elvétve fordult elő a Pilisben és a Visegrádi hegységben, így az aranysakál, a fekete gólya és három új denevérfaj után még egy ritka faj indult szaporodásnak a Budapesthez közeli örökerdőkben. Ez az újabb említésre méltó ökológiai eredmény a 2008 és 2010 között megvalósult parkerdő természetesen elnevezésű uniós természetvédelmi programnak köszönhető, melynek keretében a vizes élőhelyek restaurációs munkáit végezték el. Tájékoztatott a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője Lomnici Gergely. Barátságos labdarúgó mérkőzéssel avatták fel a tahitótfalui futballpálya új öntöző rendszerét. Új idény, új osztály, új pálya, új célok. Július második hetében megkezdte felkészülését a 2017-2018-as szezonra a Szentendre VSL csapata. Dombai Zsolt együttese nagy tettet hajtott végre az előző idényben, hiszen a Pest megyei másodosztály északi csoportjának megnyerésével a fiúk feljutottak a megyei első osztályba. A csapat első felkészülési mérkőzésén a felújított tahitótfalui pályán az MB3-ban szereplő BKV ellen lépett pályára. A találkozót Batári Csaba, a Szentendre VSE és a BKV előre szakmai vezetője értékelte. A mérkőzés határozott, kemény, ciklázó volt és sok gól történt, folyamatos ledámadást alkalmaztunk. Ennek volt köszönhető az, hogy nyitott játékot vállaltunk föl, és ezért volt egy élvezetes, jó hangulatú mérkőzés. Batári Csaba elmondta, hogy a Dunakanyar ESE, a Szentendre VSE és a Tahitótfalu ESE közötti szoros együttműködésnek köszönhetően elérhetőbbé váltak a pályázati és fejlesztési lehetőségek a három egyesület számára. Ennek ékes példája a tahitótfalui pálya széles körű felújítása, melynek keretein belül többek között automata öntözőrendszerrel és korszerűbb öltözőkkel gazdagodott a település. A polgármester úr Sajtos Sándorral néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy tárgyalási folyamat, amelynek a lényege az volt, hogy a Dunakanyar Sport Egyesület, mint TAO pályázó próbálja meg a tahitótfalui labdarúgó pályát és ezt a létesítményt úgy felújítani, hogy az a kor követelményeinek megfelelően modernizálásra kerülhessen, és hát ennek vagyunk most a tanúi és a részesei. Lényegében ez körülbelül egy olyan 15 milliós beruházás volt, ami továbbiakban még nem megállás, nem vége, hanem folyamatosan próbáljuk még a további kisebb-nagyobb problémákat kezelni majd. Batári Csaba felvázolta a tahitótfalui labdarúgás jövőjével kapcsolatos terveket és elképzeléseket is. A tahitótfalui labdarúgó pályának a kezelése azért fontos, mert itt lényegében a Dunakanyar Sport Egyesület azokat az utánpótlás korú játékosokat, akik innen jönnek hozzánk labdarúgáshoz focizni, ezeket a gyerekeket tudjuk helyben is kezelni, és itt is tudjunk egy olyan felnőtt csapatot kiállítani, amelyik a
megye három színvonalán tudja képviselni a Dunakanyar, illetve hát ez egy hármas összefogás, a Szentendre VSE és a Tajtótfalú színeit, és így egy olyan unió alakult közöttünk, ami ezt a itteni kicsi állóvizet úgy meg tudja pesdíteni, és úgy föl tudja hozni, hogy a korábbi rangjára tudja emelni Tajtótfaluban is a labdarúgást. A három sportegyesület összefogásának hála az utánpótláskorú játékosok kettős játékengedéllyel lehetőséget kaphatnak a felnőttek között is. Tulajdonképpen elérjük azt a célt, hogy a fiatal játékosok, akik egyébként az ifi csapatban tudnának csak nevelkedni, kapnak egy plusz terhelést a felnőtt mezőnyben, amivel a nehézségi fokot próbáljuk átugrani, hiszen amikor a 19 éves korból kiöregednek ezek a ifista játékosok, és utána felnőtt mezőnybe kerülnek, ott mindig jelentkezik egy törés a fiatal játékosoknál, és ott sajnos nagy a lemorzsolódás. Így viszont, hogy folyamatosan szoktatjuk őket az ifjúsági és a felnőtt mezőnyhöz, így az átmenet sokkal egyszerűbb, és hát ennek voltunk ma tanúi is, mert lényegében a második félidőben szinte az egész csapat kicserélődött, és tulajdonképpen az ifistáink léptek pályára, és ugyanúgy fölvették a ritmust, ugyanúgy fölvették a kesztyűt. A Szentendre VSE első bajnoki mérkőzésén a Dabas Gyón otthonába látogat. Szilasi Alex, Kölcsei és Gramofondíjas zongoraművész adott koncertet a Visegrádi Városházán. Egy helyi kisfiúval közösen játszott Szilasi Alex, Kölcsei és Gramofon díjas zongoraművész a Visegrádon tartott rendhagyó koncertje elején. A művész a kora esti hangversenyre nem készült kőbevésett műsorral, hanem úgynevezett szalonzenei stílusban, a közönség hangulatától függően improvizálva válogatott Chopin, Liszt és Brahms művei közül. Én sem tudom pontosan, hogy mit fogok játszani. Természetesen van, tehát készültem egy műsorra, de hogyha a menet közben adódik egy olyan helyzet, ahol akár a közönség részéről, vagy a beszélgetés közben nekem eszembe jut bármilyen zenei ide vonatkozó példa, akkor nyilvánvalóan el fogom játszani. Szilasi Alex 1968-ban született Olaszországban, ahol édesapja orvosként dolgozott. Miután szülei elváltak, édesanyjával és húgával visszaköltöztek Magyarországra. Akkor 7,5 évesen még nem beszélt magyarul, ez nehézséget jelentett számára az általános iskola első évében. A nyelvet ezt követően azonban gyorsan megtanulta, és bár a kezdeti kommunikációs problémákból adódóan egy tanára úgy vélte, nincs érzéke a zenéhez, 10 nappal később kijelentette, csak akkor hajlandó iskolába járni, ha zongorázhat. A hangszer iránti vonzalmát és első leckéit karnagy zeneszerző nagyapjának, Csenki Imrének köszönhette, aki korán észrevette a gyermek zenei affinitását. Szilasi Alex elmondta, anyai nagypapája, aki egyébként Kodály és Bartók tanítványaként világjáró koncertzongorista volt, már egészen kicsi korában bevonta őt egy billentyű leütésével a zongorajátékba, és ezzel az egyszerű technikával észrevétlenül lopta bele gyermeki szívébe a muzsikálás örömét. Azt hiszem,
minden embernek szüksége van arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, kilépjen a mindennapok ugye, robotjából. A művészek esetében ennek egészen ugye, különleges hát, igény is mutatkozik az életünkben. Az, hogy idejövök, kijövök a városból, és aztán megnyugszom, olyan emlékek jönnek elő, amelyek kifejezetten ide kötnek, ez természetesen segít abban, hogy feltöltődjek, és aztán utána felkészüljek a következő feladatra. Szilasi Alex a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zongora művészként szerezte diplomáját, majd koncertjeivel a világ számos országát bejárta. A magyar mellett a külföldi elismerései sem maradtak el. Ösztöndíjat és kitüntetést kapott Olaszországban, a Chopini örökség külföldi népszerűsítéséért pedig Chopin passzporttal, illetve a lengyel kultúráért érdemrenddel díjazták. Tanít többek között a Károli Gáspár Református Egyetemen, kiemelkedő szerepet vállal a hazai zongorapark megújításában és értékeinek feltárásában, illetve úttörője a hazai szalonkultúra szellemi és tárgyi környezetének felelevenítésének. Ezt a 19. századra jellemző hangulatot igyekezett megteremteni a Visegrádi Városháza udvarán, ahol zenei előadását egy-egy anekdotával szakította meg. Személyes történetei mellett beszélt az előadott művekről, keletkezésükről is. Elmondta, a koncerttermekben nem adatik meg a szalon jellegű hangversenyeken kialakuló interaktivitás, melynek köszönhetően a hallgatóság egyszeri és megismételhetetlen élménnyel gazdagodik. Szilasi Alexet gyerekkorának meghatározó élménye fűzi Visegrádhoz. Először nagyszüleivel látogatott el a több mint 1000 éves városba, ahol megcsodálta a várat, felfedezte a környéket és ismereteket szerzett a térség történelmi vonatkozásairól, hagyományairól. Azóta mintegy zarándok helyé vált számára a Dunakanyar egyik legjellegzetesebb települése, ahová minden évszakban ellátogat családjával. A művészt baráti szálak is összekötik Visegráddal. Itt jó barátaim vannak, akikhez ellátogatok, mindenkinél van zongora, és értelemszerűen vacsora után azért nem kerülöm el azt a helyzetet, hogy ne ültessenek oda, és aztán utána hajnalig játszom, és mesélünk egymásnak. Tehát ez a fajta közeg, ez talán vett rá arra, amit éppen ma este fogunk majd itt együtt végigvinni, hogy ne egy szokványos koncert legyen, hanem valami olyasmit visszaadni, amit ezekből a baráti találkozókból át tudunk ide hozni a látogatók számára. Szilasi Alex nem első alkalommal adott koncertet a városban. A 2015-ös árvizet követően egy jótékonysági koncerttel támogatta a károsultakat. Amikor meghallottam, hogy milyen hát, nehézségeken ment keresztül és megy keresztül a város, akkor hát, barátaimhoz fordultam azzal, hogy ha bármilyen módon tudunk segíteni egymásnak, akkor természetesen itt vagyok, és próbáljuk meg legalább felettetni azokat a rombolásokat, amit ugye a folyó végzett, és hát ha ezzel a néhány perccel, amit egymásnak tudunk nyújtani, akkor újult erővel nekiállhatunk, és úgy látom rögtön egyébként utána, hogy természetesen nem
ennek köszönhetően, de azért azt hiszem, hogy ha volt benne némi részem, akkor büszkén mondhatom, hogy gyönyörűen helyreállt a város rendje, és azóta is virul. A Chopin év magyarországi nagyköveteként is számon tartott Szilassy Alex elmondta, legutóbb a zeneszerző lengyelországi szülőházában koncertezett. Kiemelte, ebben a zenei szentélyben minden zongoristának életében legalább egyszer fel kell lépnie. Ezen kívül a művész beszélt idei terveiről, melyek között még egy külföldi hangverseny szerepel. A következő, amire nagyon készülök, az egy kínai turné, Peking, Shanghai és Xiamen. Majd az ősszel megint itthon vagyok, akkor a Vigadóban sorolhatnám, tehát a Liszt Fesztivál Gödöllőn, tehát van munka bőven. Hüvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész lépett fel Tahitótfaluban a Sziget hangja ökumenikus művészeti héten. Ne várj nagy dolgot életedbe! Kis hópelyhek az örömök, szitáló halk szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök! Csendes csodák! Hűvösvölgyi Ildikó színművész megfogalmazása szerint Reményik Sándor egyik legszebb alkotásáról nevezte el a költő műveiből összeállított zenés verses estet, melyet a Sziget hangja ökumenikus művészeti hét nyitó alkalmán adott elő a Tahitótfalui református gyülekezeti teremben. A Kossuth-díjas színművész kiemelte, a költemény arra tanít, hogy nagyon figyelmesen befelé fordulva éljük életünket. Hallgassunk mindig befelé, és közben mindig nézzünk fölfelé. És próbáljuk megtalálni az életben az apró, pici dolgokban az örömöt. Nem mindig a nagy dolgokra vágyjunk, mert hogy ezek az apró, pici dolgok, ezekből áll össze az élet, és ezt a csendet és a nyugalmat meg kell teremteni magunkban. Legalábbis törekedni kell rá. És hogyha így élünk, és közben mindig fölfelé figyelünk egy kicsit, akkor eljuthatunk a megbékéléshez és Istenhez. Hűvösvölgyi Ildikó Reményik Sándor eskét az Egyesület elnöke Horvátné Csörgő Andrea nyitotta meg, majd a település nyugalmazott lelkipásztora Szénási László tartott áhítatot. Ige hirdetésében kiemelte, a keresztény ember a remény embere, mert bízik a reménység Istenében. Mert a reménység Istene betölt örömmel és békességgel, és bővölködöm abban a reménységben, ami nem valami, hanem valaki. Aki valaki. Ó, régi versek, rozsdás fegyverek, segítsetek, és fényeskedjetek! Hűvösvölgyi Ildikó versfüzéreit Szabó Gyula győző előadó művész gitárjátékkal, dalokkal, megzenésített versekkel és zsoltárokkal szakította meg. Ott a messze földön, árván hontalan, add meg a kiáltást, fiam. A kolozsvári Reményik Sándor a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Bár életében több neves díjjal és elismeréssel is kitüntették, Magyarországon politikai okokból sokáig ismeretlen volt. Reményik Sándor a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom egyik csodálatos költője volt. Erdélyi költő fejedelemként emlegették csak. Mindössze 51 évet élt. 1890-től 1941-ig. Az én anyukám, aki Csalóközben, Somorján élt és nőtt fel,
ő még olvasta, szavalta Reményik Sándor verseit, a kegyelemmel szavaló versenyt nyert. Úgyhogy versenyt mondtuk, ezt a verset mindig édesanyámmal, és mindenre emlékezett. Reményik Sándor verseit 10 nyelvre fordították le. Az összes versét tartalmazó kötete 2000-ben jelent meg Magyarországon. 15 éve, úgy 2000-től kezdve, mintha reneszánszát élni ez a csodálatos költő. Egyre másra jelennek meg a verses kötetei. Az asztalon látják ezt a két kötetes kéket, ezt 2000-ben adták ki, rögtön megvettem a férjemnek, hogy aztán annál többet forgassam én. A színművésznő elmondta, egy éven keresztül forgatta a kötetet, többnyire Szentendrei házának teraszán üldögélve, mire összeállt fejében az est műsora. Már több mint 10 éve járja vele az országot, és úgy érzi, minden élethelyzetében más és más jelentése van számára a verseknek. Mindig máshová tevődik a hangsúly. Ahogy édesapám meghalt azon a nyáron, aztán 10 éve rá az anyukám, aztán most megszületett az unokám, tehát mindig valami másról szól, meg azt mondom, hogy a vers esküvő, temetés, keresztelő és igehirdetés. A keresztelő eddig nem jelentett nekem semmit, de most már igen. És én azt gondolom, hogy amíg élek és amíg az agyam fog, addig nekem ez is a hivatásom, hogy elmenjek, ahogy mondja Reményik, templomba, iskolába, pódiumra, lakóházba akár, és mondjam ezeket a gondolatokat, amiket ő a kolozsvári nagy költőfejedelem papírra vetett sok-sok évvel ezelőtt. Mindenemet magammal hordozom. És ami enyém volt, enyém marad, innen is, túl is a csillagokon. Mert lélek vagyok, végtelen, szabad. Bennem elférnek mind, kik rám hajoltak, a fák, s a lombok, s az aluvó rét. Bennem elférnek az élők és a holtak. Hűvösvölgyi Ildikó már a kötet megjelenése előtt is találkozott Reményik verseivel. Akkor akadt rá a Csendes Csodák című költeményre, amikor a Bartók Rádióban a Muzsikáló délután című műsort vezetve Bach, valamint Händel zenéihez keresett istenes verseket. Ezt követően már tudatosan kutatott Reményik Sándor versei után. Összefűztem azt a 32 verset, amit ma itt elmondok önöknek. Én nem mondom, hogy ez teljes válogatás, hogy is lenne az. Ez az én válogatásom. Egy csomó vers, amit aki jobban ismeri Reményik Sándort, gondolom hiányolni fogja a végvári verseket, meg ezt, meg azt a nagy versét, de én csak azokat tettem össze és fűztem össze, ami engem nagyon mélyen megérintett, és én azt hiszem, hogy ezek a versek egy képet mutatnak majd önöknek Reményik Sándorról, aki nagyon magányos költő volt, nagyon szerette a hazáját, szerette a természetet, örökösen aggódott az emberiségért, és folyton sóvárgott az Isten után. Én nem tudok mást úgy ölelni, ahogyan a testvéremet ölelem. A testvéremet, aki egy velem. Ahogy szerelmem van, úgy van gyűlöletem. Ember vagyok. Mindenkit egyformán szeretni Istennek adatott. Ahogy vágyom, úgy visszaborzadok. Ahogy epekedem, úgy rettegek. Mert vannak örök, tiszta, szent hegyek. És vannak mocsarak. Én azzal megyek csak ki, velem egy kép hajlamos a jóra. Az Isten engem így teremtett, én nem tehetek róla. Csak így. Az a tapasztalatom, hogy akik eljönnek, azokat megfogja ez a gyönyörű nyelvezet. Tehát ma már sokszor így nem beszélünk, olyan burjánzó szóhasználatok vannak, olyan csodálatos, veretes nyelv, és mégis a gondolat az ma is élő, igazi és hozzád szól. Tehát azok, akik eljönnek, kapnak vagy ebből a versből, vagy abból, vagy amabból, és én büszkén vallom, hogy ez az én válogatásom. A színművésznő kiemelte, a reformáció 500 éves évfordulója tükrében és a templomi millióhoz igazodva hangoznak el Reményik Sándor versei a tahított falui előadáson. Ebben a környezetben nyilván másképpen fog most megszólalni, itt állunk a imaház udvarán, szemben a gyönyörű templom, és gyülekeznek az emberek, és ilyenkor mindig olyan izgalmas, hogy
kíváncsiak erre. Nézem a szemeket, hála Istennek közel vannak, nem egy hatalmas nagy távolság, ha bár mondtam már, Balatonfüreden 2000 embernek, azt hittem, hogy nem fog, jó, tavaly nyáron, azt hittem, hogy talán nem üt, és fölálltak, és tapsoltak, és tele volt az egész. Olyan megható, az ember mindig jön valahonnan, megérkezik valahova, és nyitottan várja, nyitott szívvel, hogy kik jönnek el, kik kíváncsiak, vagy a reményikre, vagy rám, vagy mindkettőnkre, és akkor örül, hogy adni tud az embereknek valamit. Most pedig kérem, tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Visegrádon már augusztus 19-én szombaton megkezdődik az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. Szombaton este 20 órától a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes közös műsorát láthatja a közönség a rendezvénytéren. Ezt követően 21 óra 15 perckor tűzijáték lesz a Duna fölött, melyet évek óta közösen szervez a nagymarosi és a visegrádi önkormányzat. A látványosság után utcabál veszi kezdetét a Holló étterem teraszán, melyen a Judy in the Sky zenekar húzza a talpalávalót. Vasárnap a Szentmisét követően kerül sor az ünnepi műsorra, melyen fellép Keresztesi Nagy Árpád kobzos énekmondó. Dunabogdányban két kiállítás megnyitóval kezdődik az augusztus 20-ai hétvége. A Kertbarát kör hagyományos termény kiállítása és az 500 éves reformáció alkalmából a településre érkező Észak-Pesti Református Egyházmegye vándor kiállítása egy időben augusztus 19-én szombaton 16 órakor nyílik meg a művelődési házban. A reformációról szóló tárlatot Vörös Ákos református lelkész, valamint Becker Norbert Gyula református lelkész történész, a Kertbarát kiállítást pedig Schuster Gergely polgármester és Petrik István elnök nyitja meg. Az államalapítást augusztus 20-án vasárnap egésznapos programsorozattal ünnepli a település. 11 óra 30 perctől Bánáti Bence alpolgármester történész mond beszédet a Millenumi emlékműnél, közben a zeneiskola fúvós zenekara játszik. 14 órától a művelődési ház udvarán Varga Anna csuhéfonást, Szántó Karácsony Tünde pedig tűzzománc foglalkozást tart a gyerekeknek. 16 órától a Dónaokni táncgruppe tagjai tartanak bemutatót, majd Bucsánszki Beáta tánctanár vezetésével először sváb, majd magyar táncház veszi kezdetét. A talpalávalót Pelva Gábor és zenekara húzza. Tahitótfaluban Szent István ünnepén 10 órakor a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak. Ugyanebben az időben a katolikus templomban pedig Szent István elekjéjét állítják ki. 11 órától Kránic Mihály teológiai tanár mond ünnepi misét, majd Dervarics Boros Ágnes a Polák Mihály emlékszobában tart előadást Hatékony, etikus és egészséges módszer a családtervezésre címmel. 15 órakor Szent István litánia kezdődik, majd 16 órakor az ünnepi műsorra kerül sor a faluház udvarán. Ökumenikus igehirdetést tart Erdős Attila plébániai kormányzó, Árvavölgyi Béla református lelkész, valamint Steiner József baptista lelkipásztor, köszöntőt mond Sajtos Sándor polgármester és Kubanek István a Kulturális Bizottság elnöke. Az ünnepség keretében adják át a Tahitótfaluért emlékérmet. A műsorban énekel a Sziget Hangja ökumenikus kórus, Szabó Enikő népi énekes, játszik ifjú Csóri Sándorné és Éles László zenekara. Pócsmegyeren háromnapos programsorozattal ünneplik az államalapítást. Augusztus 18-án pénteken este 18 órakor a Virágszirmok utóélete címmel Szarka Miklósné Darvas Gyopár szirmképeiből nyílik kiállítás, majd 20 órától a Csík zenekar ad koncertet. 19-én szombaton reggel 9 órakor
elstartol a Szent István napi futóverseny. 16 óra 30 perckor pedig az Amatilda együttes Puszta Sándor megzenésített verseivel lép fel a római katolikus kápolnában. A Szent István napi szentmise és búcsú 17 órakor kezdődik, ugyancsak a kápolnában. Vasárnap délelőtt úrvacsorás istentiszteletet tartanak a református templomban. Ugyanitt kerül sor 16 órától a Tahi Egyházzenei Hét záró koncertjére. Az önkormányzati rendezvény 17 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai téren. Végül 18 órától a Kollárházban a Pócsmegyeri Gazdálkodás története címmel nyílik kiállítás. A tárlatot Muskovics Andrea Anna nyitja meg. Kisorosziban augusztus 20-án 15 órakor kezdődik az ünnepi műsor a Mille centenáriumi emlékműnél, ahol a Pesti Zenés Színpad Társulat a Magyarnak lenni című zenés irodalmi műsort adja elő. Az ünnepi köszöntőbeszéd és a kisoroszi új kenyér megszelése után a kisoroszi judo és kung fu klub tart bemutatót. A sportpályán pedig a helyi fiatalok labdarúgó mérkőzését, valamint Glavanovics Tamás Solymász bemutatóját tekintheti meg az ünneplő közönség. Zebegényben reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent István napi program, majd 10 órakor az önkormányzat parkjában folytatódik a megemlékezéssel és a kenyérszenteléssel. 12 órától az évek óta hagyománnyá vált Bogrács Gulyás partira várják a lakosságot a főtérre, ahol a nyugdíjas klub szervezésében a gulyás mellett pörkölttel, palacsintával és lángossal vendégelik meg a látogatókat. Kedves nézőink, most pedig következnek a hírek, még egyszer röviden. Duna Bogdány ünnepei közül a Szent Donát napi búcsú az egyik legrégibb hagyományokkal bíró ünnep. Az augusztusi hétvégén kulturális rendezvények sokasága várta az érdeklődőket. Péntek este fedélzetén mintegy 300 emberrel hajó indult Budapestre, a zenés-táncos kiránduláson a budapesti látkép volt az attrakció. Szombaton német nemzetiségi gála este került sor a művelődési ház rendezvényterén. Fellépett a Bogdaner Zinkreis, a Donauknik táncgruppe, valamint a Schwab zenekar. Az alkalmat bázárta a Csolnoki Krigli Band közreműködésével. Vasárnap a Kálvárián tartott szentmisét követő délutánon a bajorországi Friedberg ifjúsági zenekar adott koncertet a strandon, este pedig helyi könnyűzenészek, valamint a szimfonikus zenekar előadásában az Omega együttes dalai csendültek fel az esőháztatta rendezvénytéren. Az ünnepi hétvége programsorozata hétfőn a hagyományos esztergomi hajókirándulással zárult. Különleges fotókiállítással vette kezdetét az idén 10 éves Irány-Surány Fesztivál. A napsugártéri rendezvény elmúlt évtizedét Gyimesi János követte végig fényképezőgépével. A fotóiból összeállított tálatot pedig a rendezvényközpont falain tekinthették meg a jubileumi esemény alkalmából a látogatók. Németh Miklós polgármester kiemelte, a település első jelentősebb fesztiválját az önkormányzat a Surányi Fürdőegyesülettel, civilekkel és a kistérséggel kezdte el szervezni. A színpadi műsor péntek délután egy gyerekeknek szóló darabbal kezdődött. A kétszemélyes Dvorák Patka Színház a Húzavona című pantomim előadásával szórakoztatta a közönséget. Ezt követően a Blue Steel együttes lépett színpadra. Az est sztár vendége a 80-as évek egyik meghatározó rock együttese a Kártágó volt. Többek kérésére a hagyományoktól eltérően már a péntek esti program is bulival zárult. A jó hangulatról az ismert külföldi és hazai együttesek zenéjét játszó Retroleum zenekar gondoskodott. Szombaton délelőtt gyerekeknek szóló műsorral kezdődött a program. Először a környékbeli lányokból álló Szia Sótánc csoport bemutatóját láthatta a közönség, majd a 4 gyerekalbummal rendelkező Buborék együttes lépett színpadra. A Ládafia Bábszínház előadásában az Együgyű Mihók című mesét nézhette meg a közönség, majd a helyi népzenészekből, köztük a Csóri család tagjaiból álló kerekzenekar játékával a Jó Ebédhez szólt a nóta.
Az ételt a nyugdíjas klub tagjai főzték. Az Együnk Együtt Surányért jótékonysági akcióval minden évben valamilyen célra gyűjtenek a szervezők. A koncertek és a színdarabok mellett aktív programmal is várták a fesztiválozókat. Voltak kézműves foglalkozások, véradás, Dulhopolszky László pedig karikatúráival szórakoztatta a közönséget. Délután fellépett még a swing, blues és jazz zenét játszó lizsészenekar, a pop-rock, alternatív és több zenei stílust ötvöző napfénypresszó együttes, az önmagukat humoros, antipop és antihangszereken játszó zenekarnak titulált Méhek együttes, valamint Kós Réka és a Body Builders. Az időjárás mellett az este forró hangulatáról a Red Rock and Roll-t játszó Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar gondoskodott. A 2017-es irányító számmal rendelkező Pócsmegyer idén programsorozattal ünnepli az évet. Az alkalomból megrendezésre kerülő programokra és az Iránycsurány Fesztiválra 5 millió forintot nyert az önkormányzat a Zöldsziget Polgári Egyesület pályázatával az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A kétnapos rendezvénysorozat a Madarakházi Buli Zenekar utcabáljával zárult. A környéken eddig ritka faj, a mocsári teknős egyedei kerültek elő idén tavasszal és a nyár első felében a Visegrádi hegység több kis tavából. Magyarország egyetlen őshonos teknőse eddig csak elvétve fordult elő a Pilisben és a Visegrádi hegységben, így az aranysakál, a fekete gólya és három új denevérfaj után még egy ritka faj indult szaporodásnak a Budapesthez közeli örökerdőkben. Ez az újabb említésre méltó ökológiai eredmény a 2008 és 2010 között megvalósult parkerdő természetesen elnevezésű uniós természetvédelmi programnak köszönhető, melynek keretében a vizes élőhelyek restaurációs munkáit végezték el, tájékoztatott a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője Lomnici Gergely. Új idény, új osztály, új pálya, új célok. Július második hetében megkezdte felkészülését a 2017-2018-as szezonra a Szentendre VSL csapata. Dombai Zsolt együttese nagy tettet hajtott végre az előző idényben, hiszen a Pest megyei másodosztály északi csoportjának megnyerésével a fiúk feljutottak a megyei első osztályba. A csapat első felkészülési mérkőzésén Tahitótfaluban az MB3-ban szereplő BKV ellen lépett pályára. Batári Csaba elmondta, hogy a Dunakanyar ese, a Szentendre VSE és a Tahitótfalu ese közötti szoros együttműködésnek köszönhetően elérhetőbbé váltak a pályázati és fejlesztési lehetőségek a három egyesület számára. Ennek ékes példája a Tahitótfalui pálya széles körű felújítása, melynek keretein belül többek között automata öntözőrendszerrel és korszerűbb öltözőkkel gazdagodott a település. Egy helyi kisfiúval közösen játszott Szilasi Alex, kölcsei és gramofon díjas zongoraművész a Visegrádon tartott rendhagyó koncertje elején. A művész a kora esti hangversenyre nem készült kőbevésett műsorral, hanem úgynevezett szalonzenei stílusban a közönség hangulatától függően improvizálva válogatott Chopin, Liszt és Brahms művei közül. Szilasi Alex 1968-ban született Olaszországban, ahol édesapja orvosként dolgozott. Miután szülei elváltak, édesanyjával és húgával visszaköltöztek Magyarországra. A hangszer iránti vonzalmát és első leckéit karnagy zeneszerző nagyapjának, Csenki Imrének köszönhette, aki korán észrevette a gyermek zenei affinitását. Szilasi Alex a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zongora művészként szerezte diplomáját, majd koncertjeivel a világ számos országát bejárta. A magyar mellett a külföldi elismerései sem maradtak el. Ösztöndíjat és kitüntetést kapott Olaszországban, a Chopini örökség külföldi népszerűsítéséért pedig Chopin paszporttal, illetve a lengyel kultúráért érdemrenddel díjazták. Tanít többek között a Károli Gáspár Református Egyetemen, kiemelkedő szerepet vállal a hazai zongorapark megújításában és értékeinek feltárásában, illetve úttörője a hazai szalonkultúra szellemi és tárgyi környezetének felelevenítésének.
Ezt a 19. századra jellemző hangulatot igyekezett megteremteni a Visegrádi Városháza udvarán, ahol zenei előadását egy-egy anekdotával szakította meg. Szilasi Alexet gyerekkorának meghatározó élménye fűzi Visegrádhoz. Először nagyszüleivel látogatott el a több mint 1000 éves városba, ahol megcsodálta a várat, felfedezte a környéket és ismereteket szerzett a térség történelmi vonatkozásairól, hagyományairól. A művészt baráti szálak is összekötik Visegráddal. Szilasi Alex nem első alkalommal adott koncertet a városban. A 2015-ös árvizet követően egy jótékonysági koncerttel támogatta a károsultakat. Csendes csodák. Hűvösvölgyi Ildikó színművész megfogalmazása szerint Reményik Sándor egyik legszebb alkotásáról nevezte el a költő műveiből összeállított zenés verses estet, melyet a Sziget hangja ökumenikus művészeti hét nyitó alkalmán adott elő a Tahitót falui református gyülekezeti teremben. A Kossuth-díjas színművész kiemelte, a költemény arra tanít, hogy nagyon figyelmesen, befelé fordulva éljük életünket. Hűvösvölgyi Ildikó Reményik Sándor eskét az egyesület elnöke Horvátné Csörgő Andrea nyitotta meg, majd a település nyugalmazott lelkipásztora Szénási László tartott áhítatot. Hűvösvölgyi Ildikó versfüzéreit Szabó Gyula győző előadó művész gitárjátékkal, dalokkal, megzenésített versekkel és zsoltárokkal szakította meg. A kolozsvári Reményik Sándor a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Bár életében több neves díjjal és elismeréssel is kitüntették, Magyarországon politikai okokból sokáig ismeretlen volt. Reményik Sándor verseit 10 nyelvre fordították le. Az összes versét tartalmazó kötete 2000-ben jelent meg Magyarországon. A színművésznő elmondta, egy éven keresztül forgatta a kötetet, többnyire Szentendrei házának teraszán üldögélve, mire összeállt fejében az est műsora. Már több mint 10 éve járja vele az országot, és úgy érzi, minden élethelyzetében más és más jelentése van számára a verseknek. Visegrádon már augusztus 19-én szombaton megkezdődik az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. Szombaton este 20 órától a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes közös műsorát láthatja a közönség a rendezvénytéren. Ezt követően 21 óra 15 perckor tűzijáték lesz a Duna fölött, melyet évek óta közösen szervez a Nagymarosi és a Visegrádi Önkormányzat. A látványosság után utcabál veszi kezdetét a Holló étterem teraszán, melyen a Judy in the Sky zenekar húzza a talpalávalót. Vasárnap a Szentmisét követően kerül sor az ünnepi műsorra, melyen fellép Keresztesi Nagy Árpád kobzos énekmondó. Dunabogdányban két kiállítás megnyitóval kezdődik az augusztus 20-ai hétvége. A Kertbarát kör hagyományos termény kiállítása és az 500 éves reformáció alkalmából a településre érkező Észak-Pesti Református Egyházmegye vándor kiállítása egy időben augusztus 19-én szombaton 16 órakor nyílik meg a művelődési házban. A reformációról szóló tárlatot Vörös Ákos református lelkész, valamint Becker Norbert Gyula református lelkész történész, a Kertbarát kiállítást pedig Schuster Gergely polgármester és Petrik István elnök nyitja meg. Az államalapítást augusztus 20-án vasárnap egésznapos programsorozattal ünnepli a település. 11 óra 30 perctől Bánáti Bence alpolgármester történész mond beszédet a Millenumi emlékműnél, közben a zeneiskola fúvós zenekara játszik. 14 órától a művelődési ház udvarán Varga Anna csuhéfonást, Szántó Karácsony Tünde pedig tűzzománc foglalkozást tart a gyerekeknek. 16 órától a Dónaakné táncgruppe tagjai tartanak bemutatót, majd Bucsánszki Beáta tánctanár vezetésével először sváb, majd magyar táncház veszi kezdetét. A talpalávalót Pelva Gábor és zenekara húzza.
Tahitót faluban Szent István ünnepén 10 órakor a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak. Ugyanebben az időben a katolikus templomban pedig Szent István elegiéjét állítják ki. 11 órától Kránic Mihály teológiai tanár mond ünnepi misét, majd Dervarics Boros Ágnes a Polák Mihály emlékszobában tart előadást Hatékony, etikus és egészséges módszer a családtervezésre címmel. 15 órakor Szent István litánia kezdődik, majd 16 órakor az ünnepi műsorra kerül sor a faluház udvarán. Ökumenikus igehirdetést tart Erdős Attila plébániai kormányzó, Árvavölgyi Béla református lelkész, valamint Steiner József baptista lelkipásztor, köszöntőt mond Sajtos Sándor polgármester és Kubanek István a Kulturális Bizottság elnöke. Az ünnepség keretében adják át a Tahitót faluért emlékérmet. A műsorban énekel a Sziget Hangja ökumenikus kórus, Szabó Enikő népi énekes, játszik ifjú Csóri Sándorné és Éles László zenekara. Bocs megyeren háromnapos programsorozattal ünneplik az államalapítást. Augusztus 18-án pénteken este 18 órakor a Virágszirmok utóélete címmel Szarka Miklósné Darvas Gyopár szirmképeiből nyílik kiállítás, majd 20 órától a Csík zenekar ad koncertet. 19-én szombaton reggel 9 órakor elstartol a Szent István napi futóverseny. 16 óra 30 perckor pedig az Amatilda együttes Puszta Sándor megzenésített verseivel lép fel a római katolikus kápolnában. A Szent István napi szentmise és búcsú 17 órakor kezdődik, ugyancsak a kápolnában. Vasárnap délelőtt úrvacsorás istentiszteletet tartanak a református templomban. Ugyanitt kerül sor 16 órától a Tahi Egyházzenei Hét záró koncertjére. Az önkormányzati rendezvény 17 óra 30 perckor kezdődik a Bocskai téren. Végül 18 órától a Kollárházban a Pócsmegyeri Gazdálkodás története címmel nyílik kiállítás. A tárlatot Muskovics Andrea Anna nyitja meg. Kisorosziban augusztus 20-án 15 órakor kezdődik az ünnepi műsor a Mille Centenáriumi Emlékműnél, ahol a Pesti Zenés Színpad Társulat a Magyarnak Lenni című zenés-irodalmi műsort adja elő. Az ünnepi köszöntőbeszéd és a kisoroszi új kenyér megszelése után a kisoroszi judo és kung fu klub tart bemutatót. A sportpályán pedig a helyi fiatalok labdarúgó mérkőzését, valamint Glavanovics Tamás Solymász bemutatóját tekintheti meg az ünneplő közönség. Zebegényben reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent István napi program, majd 10 órakor az önkormányzat parkjában folytatódik a megemlékezéssel és a kenyérszenteléssel. 12 órától az évek óta hagyománnyá vált Bogrács Gulyás partira várják a lakosságot a főtérre, ahol a nyugdíjas klub szervezésében a gulyás mellett pörkölttel, palacsintával és lángossal vendégelik meg a látogatókat. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtekinthetik az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek minket a jövő héten is, viszontlátásra!